Ásóval a kezükben kezdték a munkát az Eton női foci csapatának játékosai, a fát ezután a földbe helyezték, némi locsolás és indulhatott is a lapátolás. A földnapi alkalmából a klub csatlakozott a kormányfa ültetési programjához, így ma 3 hársfát ültettek a stadion mögé. Az ültetésen dr. Nagy István agrárminiszter is részt vett, aki elmondta, hogy a kormány nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre. Az egyik legfontosabb program az az, hogy hogy tudunk több oxigént előállítani, hogy tudunk több széndioxidot megkötni, mint maga a faültetés. Hiszen a faültetéssel nagyon sok közvetlen hatást tudunk elérni, azzal, hogy tisztítjuk a levegőt, azzal, hogy párát bocsát ki, megkötjük a porszemeket, a hőmérsékletet tudja csökkenteni, és nekünk a faültetésben ez csak egy szegmense a minisztérium és a magyar kormány faültetési programjának, hiszen célul tűztük ki azt, hogy az ország fásítás mértékét 24%-ról 27%-ra növeljük. Az ültetésből azonban nem csak ő, de a VKV Ató FC több játékosa, teljes vezetősége és Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő is kivette a részét, aki kiemelte, úgy, ahogy az ültetést követően a fák gondozása, úgy az Eto utánpótlásának fejlesztése is nagyon fontos. Hogyha elültetünk egy fát, amire most sor kerül, akkor gondoznunk kell, ugyanúgy, ahogy az utánpótlás játékosokat is, figyelni kell a fának a növekedésére, aztán a fa előbb-utóbb lombkoronát növeszt, és utána az árnyékába is tudunk húzódni, és miután a fa kivágásra kerül, akkor pedig tüzelő anyagként tudjuk felhasználni. Sós Imre, a klub ügyvezető igazgatója szerint az alapítók nem tudhatták, milyen fontos lesz egykor a föld megóvása. Ennek ellenére az Eto címerében a nyugodtságot és a természetet szimbolizáló színek dominálnak. 1904-ben az egyetértés tornaosztály megalakításakor elődeink a klub zöld és fehér színeit választották az egyik jelképpé és alapkövé. Biztos vagyok benne, hogy akkor még nem gondoltak arra, hogy évtizedekkel, vagy akár évszázaddal később mihez kapcsolható majd ez a két szín. A fehér ugye a béke jele, de jelképezheti a tisztaságot és a levegőt is, míg a zöld egyértelműen a környezetvédelem és a környezettudatosság szimbólumává vált. A klub számára fontos a környezetvédelem, ezért nem volt kérdés, hogy csatlakozzanak egy fontos természetvédelmi programhoz. A fákat pedig ezután is gondozni fogják, emellett a pályán is igyekeznek a lehető legjobban teljesíteni.